Mert azért itt egy eléggé komolyan traumatizált gyerekkorról írsz te. Tehát, hogy ő bántott is téged. Mindenféle szempontból. Így van. Nem vonom kétségbe, hogy ő jót akart, csak nem voltak meg az eszközei. Vagy nem is tudta, hogy mik az eszközei. Sőt, van még egy csavar, hogy azt hitte, hogy ezt így kell csinálni. Mert vele is így csinálták egykor. Ó, köszönöm, hogy ilyen óvatosan nyitod. Jó reggel. Szia. Hogy vagy? Jó. Jó? Aha. Kipihentnek tűnsz. Fél hatkor keltem. Ahhoz képest meg pláne. Ez a vidéki élet? Vagy azért keltél most fél hatkor, mert jönni kellett Budapestre? Jönni kellett Budapestre, de pont ezen gondolkodtam, hogy találkoztam, illetve beszélgettem telefonon egyik ismerősömmel, és az ismeretségi körbe mindenkinek brutális problémái vannak. Budapest, stb. Ilyen, olyan, amolyan, ráktól elkezdve. Ja, aha. Ez az amaz. És és vidék, ahhoz képest, tehát a vidék az számomra nagyon jobb tesz. Kiegyensúlyozottá tett, mert van időm gondolkodni, helyre tenni dolgokat. Jó. És mit gondolkozol, meg mit kellett helyre tenni? Már 10 éve élek vidéken, tehát igazából a hosszú utak, amikor jövök Pestre vagy bárhova, úgy segítenek tisztázni, ülepedni a dolgokat. Tehát ez nem egy mostani folyamat. Hát igen. Ugyanakkor viszont itt az elmúlt 1-2 évben, vagy néhány évben azért egy, hát lehet, hogy az erős szó, de ez egy komoly tisztulási folyamat ment végbe az életedben. Tehát úgy Isten igazából vidéki, te most lettél pár éve, nem? Amióta Noszvaj van. Mert hogy magánpraxis feladására gondolok, arra gondolok, hogy sokkal többet vagy ott, mint itt most már. Nem, ez nem igaz? Nem, mert a magánpraxist már egy jó pár éve csak hetente 2-szer csináltam. Uh-huh. Tehát 2 nap volt, és előtte, utána meg nagyon sokat voltam lenn. Mi? Nem tudom. Mondom, hogy úgy kezdődtek helyretevődni a dolgok. Jól érzem magam bőrömben, nem szégyellek bármilyen szituációban, hogyha úgy érzem, hogy nem érdekel nemet mondani, megyek az orrom után. Ez előtte nem így volt ezek szerint? De, csak nem volt tudatos. Aha, oké. És akkor mi történt, hogy tudatos lett? Hogy jutottunk el idáig, vagy odáig, hogy ez... Hát megértettem, hogy én vagyok a sorsom kovácsa. És előtte? Előtte meg úgy tettem, ösztönösen. Rengeteg minden helyére tevődött, akár a milyen technikákat használok előadásokon. Nem lettem olyan erőszakos, azt tudok az lenni persze, de... Oké, ez azért jó, hogy ezt mondod, mert hogyha azt mondom, hogy Csernus Imre, akkor a legtöbb ember nyilván téged a televízióból ismer. Az üvöltözős doki. Az üvöltözős doki, igen. Tehát akkor az üvöltözős doki mostanában már kevesebbet üvöltözik? Nem is üvöltözök. Nem üvöltözöl? Nem. És nem is hiányzik, hogy néha így kienged? Hogyha szükséges, akkor megteszem, de... Vannak más eszközök, amit tudok használni. És mire cserélted le ezt az eszközt? Semmi probléma. Kezel csak. Szóval, hogy mire cserélted le azt? Mert hogy az oké, először is az üvöltözésről, ugye? Megjelent nyáron a könyved, a Harcos, amit én elolvastam, és ott abban nagyon jól leírod, hogy mi az, ami... amikor mi volt az a helyzet, meg eset, amikor először
ezt az, az eszközhöz folyamattál. Ugye ez egy túlsúlyos női páciensed volt, ha jól emlékszem. Yes. Legalábbis ezt írod a könyvbe. Nem így volt? Hát az csak az őszinte szavak ereje. Aha. Mert ugye akkor... Az nem audibálás volt. Ja, hogy az csak egy ilyen kimondós, szókimondós. Az egy nevén neveztem a dolgot. Okay, az akkor... az őszinte kommunikációra egy példa volt. Hogy adott esetben miért fontos kimondani, mint ahogy te azt mondod, hogy én úgymond nyugodt vagyok, te meg, amikor rád néztem, és akkor te meg hajszolt vagy. Uh-huh. Hát igen, nekem elég sok dolgom, mert még nem tartok ott, mint te, de... Úgy van egy ilyen ideges vibrálás benne. Igen, igen. És akkor most eljutottunk odáig, amiben sok-sok interjúban eljutsz, hogy elkezded elemezni azt, aki beszél. Vagy elkezded reflektálni. Az elemzés, ne elemezzük most. Figyelj, az elemzés az más. Az akkor beélesednek a receptoraim, és 25 év tapasztalat az nem, mert most el vagyok mind a befőtt. Jól van, na hát ennek örülök. Egyébként én is, és tök jó, hogy érzem, hogy itt ülsz mellettem, és nyugodt vagy. Ez hat rám. Tök jól. Ez, hogy ide beültél. Na. Chill. Chill. Oké, hát akkor chill. Csernussal chill. Ezt sem gondoltam volna, hogy kimondom ezt a mondatot valaha. Szóval... Viszont az feltűnt azért nekem, olvasva ezt a legutóbbi könyvet, hogy sokkal önéletrajzibb, mint eddig bármi volt. Tehát itt te soha nem rejtetted olyan nagyon magad a nyilvánosság előtt, vagy legalábbis sok mindent megosztottál, nevén nevezve a dolgokat. De ez azért mélyre nyúl. Tehát itt nagyon komoly, szinte már olvasva zavarba ejtően intim dolgokat tudunk meg rólad, például a gyerekkorodról, a szüleidhez köthető kapcsolatodról. Mi hozta el azt, hogy ezt most te így a nyilvánosság elé kitedd? Ezt már kitettem, csak a nyilvánosság nem tudta. Amikor különböző példákat írtam régebbi könyvekben, ott is nagyon sokszor önmagamról írtam, csak nem tettem egy SMS-t a szemeibe. És mindez azt eredményezte, ma is este a Lurdi házban lesz egy előadásom, az űrös viszonyok, és hát ilyen párkapcsolati viszonyok, és valójában kulcsfontosságú, amit a legtöbb ember nem tud, hogy ahhoz, hogy ne legyél zűrös viszonyokban, ez elengedhetetlen a szülőkről való érzelmi leválásnak a ténye. Na most eleve ez, hogy érzelmi leválás az mi? A legtöbb ember hallja, hogy ez magyarul van, de nem is tudja, hogy mit jelent. Hát meg hogy lehetséges ezt megvalósítani tökéletesen? Leválni a szüleidről érzelmileg? Az nem azt jelenti, hogy nem szeretem őket. Világos, ez az azt jelenti az érzelmi leválás, hogy igazából tudatosan odafigyelve arra is figyelsz, hogy valójában kivált-e egy adott cselekedet, frusztrációt benned, vagy nem. Tehát, hogyha frusztrál az apád vagy az anyád, akkor valójában miért frusztrál? Akkor lehet, hogy valami még nincs helyen. Tehát, és mivel a legtöbb ember ezt nem tudja, hogy ez kulcsfontosságú, nem is foglalkozik velem, és nem is tudatos meg többször. Éppen ezért ugyanazokba a csapdákba lép bele, mint amiről azt hitte, hogy nem fog. Tehát esetlegesen az apjához hasonló személyiségszerkezetű pasit választ, esetlegesen ugyanúgy viselkedik a kapcsolatban, hogy az anyjától lett a kislánykorától, és akkor nem érti, hogy mi történik. Nem érti azt, hogy mindent megtesz látszólag, de valami miatt nem működik a dolog. Miért nem működik? Ez egy átkozottul nehéz folyamat azért, és azért én nem azt látom, ha körülnézek, én 43 éves vagyok, és mondjuk a kortársaimon, tehát ilyen 40-es, már felnőtt embernek hívott személyeket nézek magam körül, nagyjából majdnem, hogy mindenki ezzel küzd.
ezen dolgozik tudatosan, vagy nem tudatosan, tehát hogy ez kb. Életünk egyik legnehezebb harcának látszik, vagy munkájának, inkább így mondom. Ezzel egyet értesz? A számomra ez furi, mert az, hogy legnehezebb, viszonylagos mi a legnehezebb, mert hogyha valaki kijön az onkológustól, akkor ő úgy érzi, hogy az a szemmel a legnehezebb, vagy ne adj Isten, úgy adódik az élete, hogy meghal a gyermeke, akkor az a legnehezebb. Tehát az viszonyítás kérdése, kinek mi a legnehezebb, de kétségtelen egy melós dolog, de azért kulcsfontosságú, mert hogyha már látom ezt a kutya-macska viszonyt a szülőknél, ez a húz meg, erezd meg, de mi jól vagyunk, meg így szeretjük egymást, hogy ezt megszüntetni csak is úgy lehet, hogyha én elfogadom, hogy a szüleim emberből vannak. És pont most így a halottak napja előtti napon eszembe jutott apám, az 2 éve meghalt, és 2,5 lassan. És köszöntem neki, hogy szia Tati. De úgy nem a halottak napja miatt, hanem úgy csak jött. Jó volt. Én tudom azt, hogy ő hogy élt meg. Nem szeretnék olyan életet élni, mint ő bizonyos szempontból. Miért? Nem teljesedett ki. De ezért nem is tett meg mindent. Voltak ilyen próbálkozásai. Én megtehettem volna, valójában orvos lett, de nem született úgymond orvosnak. Hát ő igen, ő nem az akart lenni gyerekkorában, nem. Azt írod is a könyvben. Ő abszolút egy racionális beállítottságú ember volt, és ő racionális dolgokkal szeretett volna foglalkozni, mérnek meg egyéb. Akkor ő szerintem kiteljesedett volna, vagy innovátor, vagy bármi. De valami miatt nem hozta meg, de ez mind nagyon sok emberben érezhető, hogy a meg nem oldott gyávaság miatt. Lett volna lehetősége lépni és váltani? Többször is? Biztos. És nem lépte meg. És ez egy életre őt rárakta egy olyan pályára, ami frusztrálta őt meg. Mindig próbálkozott valami mással, és de igazából nem teljesedett ki. Uh-huh. Nem is hozott megfelelő döntéseket, akár érzelmi szempontból, persze kötődött az édesanyámhoz, mint hogy az édesanyám is hozzá, de ez segített sok-sok embert még megfigyelve, hogy a belső bizonytalansággal bíró ember boldogság, az nem boldogság. Ez egy ilyen látszólagos boldogság, és tehát ő magának azt mondja, hogy boldogság. Nem is látszólagos. Nem is látszólagos boldogság, hanem úgy hívják, hogy biztonság. Aha. És szerinted az, hogy ő neki ez volt a sorsa, hogy ez így alakult, az mennyire nyomta rá a bélyegét a veled, vagy veled és a testvéreiddel való kapcsolatára? Mert azért itt egy eléggé komolyan traumatizált gyerekkorról írsz te. Tehát, hogy ő bántott is téged. Mindenféle szempontból. Így van. Ez ennek is köszönhető, hogy ő nem az volt, aki lenni akart? Hogy mondjam, azok az emberek, akik nem tudják, hogy miért fontos érzelmi szempontból is felnőni, azok legtöbbször akár a nevelést racionális szempontból közelítik meg. Tehát számukra az egy matek. Ha a gyerek illedelmes, akkor jól viselkedik, nincs vele gond. Ha még nem illedelmes, akkor ezt racionális szempontból kell megoldani. És éppen ezért nem vonom kétségbe, hogy ő jót akart, csak nem voltak meg az eszközei. Uh-huh. Vagy nem is tudta, hogy mik az eszközei. Sőt, van még egy csavar, azt hitte, hogy ezt így kell csinálni. Nagyfele is így csinálták egykor, de... Hát így termeli újra magát az erőszak, nem? Valahogy.
nem, így termeli magát újra a tudatlanság. Aha. És hát a tudatlan te, meg nagyon könnyű manipulálni. Te haragudtál rá emiatt? Persze, sokáig. De már nem? Mm. És a kettő között mi történt? Mi az, a, ami miatt már nem? Vagy mi, az a munka, az miből állt, hogy ezt a haragot te fel tud dolgozni, el tud engedni? Hát a megbocsájtás. És legfőképp annak a felismerése, hogy ezek a tulajdonságok bennem is ott vannak. Aha. És hogyha én nem figyelek oda, akkor velem is ugyanez bekövetkezik. De figyelj, azért ez egy kemény felismerés, nem? Hogyha ráharagszom, akkor valójában önmagamra haragszom? Például, igen. A legtöbb ember nem jut el ideig, hogy anyámra haragszom, és akkor miért haragszom anyámra, mert az anyám elképesztő módon emlékeztet önmagam olyan dolgaira, amit én sem oldottam meg. És sokkal könnyebb a másikra hárítani a felelősséget, mint elmondani. Mm. Azt a durva, pont olyan vagyok, mint anyám. És az hogy oké, okay, de ez hát igen, tehát hogy az ember ilyenkor, hogyha hogy kérdezlek, óvatatlanul is nyilván gondolkozom azon, hogy nálam ez hogy van. És az első lépés nyilván az, vagy az egyik fontos lépés, hogy az ember rájöjjön egyáltalán arra, hogy neki inkább az apjával, vagy inkább az anyjával való kapcsolatával van dolga. Vagy mind a kettővel, és hogy melyikkel mennyire. Jó, de sokáig az ember hajlamos azt hinni, hogy csak az egyikkel inkább, és aztán nálam például az van, hogy én nekem az édesanyám nagyon korán, 45 éves korában tüdőrákban elhunyt. Ez egy kőkemény sztori, mert hogy másfél hónap alatt ment el, amit én végig kísértem, és... De tudod, mi a tüdőráknak a szimbolikája? Mi? A tüdőrák az akkor jelentkezik, vagy tüdőbetegségek, amikor az illető ember nagyon régóta nem mer szabadon levegőt venni. Tehát ez feltételezhető, hogy a párkapcsolata katasztrofális lehetett, ötvözve, hogy az önmegvalósítása sem volt kerek. Ez pontosan így volt. A édesanyám még elváltak a halála előtt jó néhány évvel, és ő színésznő szeretett volna lenni, de nem lehetett az. Pedagógus lett, amit szeretett, neki, próbált benne kiteljesedni, és imádták, a mai napig imádják a diákjaim, meg kapok leveleket, de ő neki nem ez lett volna az útja. Tehát, hogy ilyen módon picit hasonló apádhoz, hogy nem az lett, és nem is mert lépni soha. De hogy én magam azt hittem, hogy ezzel a traumával van nekem, meg a vele való kapcsolatom, ami sok szempontból hasonlók vagyunk, szerencsére ebből a kiteljesedés szempontból nem dolgom, és aztán rájöttem, hogy igazából én írtam erről egy könyvet, stb., de dolgozom magam mindenféle szempontból, de hogy a nagyobb munka mégsem ez, bár ez az a nagy trauma, amiről azt hittem, hogy mindenkinek van egy élete nagy traumája, ami. Viszont az érdekes, hogy mondod ezt, hogy mi a szimbolikája a rákos megbetegedésnek, ezek szerint ebben hiszel, hogy mindennek van egy ilyen lelki oldala is? Lelkileg képeződés? Inkább arról van szó, hogyha van egy genetikai hajlamod valamire, akkor bekövetkezhet, mert a rák az az önbüntetés jele. Tehát az önharagnak a szimbolikája. Tudom és nem csinálom. Tudom, hogy nem teljesedtem ki, miközben dicsérnek, hogy milyen jó pedagógus vagyok, és akkor én meg nem mondom egy idő után, hogy én nem jó. Az vagyok. Igen. Nem vagyok az. Uh-huh. Hát itt ez a lényeg. Uh-huh. Nem vagyok az. Mert hogy tök jó, ezt beletettem 10 évet, ez nem az én utam. Uh-huh. És nem ragaszkodok görcsösen, na most életem végéig, hogy vagy 45 éves koromig, vagy akár, hogy mi hiányzik, hogy én kiteljesedjek nőként, hogy miért váltunk el. Értem. Tehát ez nem következett be? Hát ez nem következett be, és nagyon sok embernél nem következik be, tehát ez a fajta szembenézés, hogy én mi vagyok, és mi nem vagyok, és beleragadunk helyzetekbe,
házasságokba, kapcsolatokba, munkákba, karrierutakba döntés, hoztunk egy döntést, és utána már elég nehezen lépünk ki abból, és mondjuk azt magunknak, hogy rossz döntést hoztam. De most kiről beszélsz? Hogy az emberekről. Mert most éppen itt anyukámról beszélek, és meg egy csomó mindenki másról beszélek. Persze. Rólad beszélek, mindenkiről beszélek, mert ugye szerintem mindenkinek ismerős. Viszont a te édesanyád is volt rákbeteg. Hogy és van, akkor ilyetén módon ez alapján, a logika alapján, meg ez alapján, az igazság alapján önnála ez hogy? Hogy mérhető tetten ezek a... Hát a nővéválás folyamata, a hiteles nővéválás. Mert neki meldaganata volt, ugye? Aha. Hát ez a... igen. Tudod, ez a vakvezet világtalan felállásba óhatatlanul károsodsz. Óhatatlanul. Főként, hogyha érzed, hogy nem stimmel, érzed, hogy nincsen társad. Az élet összes területén erőszaknak élet meg, oda-vissza ható játszmák, persze ragaszkodások egymástól. Hát igen, mert azért ők 50 évig együtt voltak a édesapáddal. Ez az együtt, ez nekem... Hát fizikailag. Fizikailag, igen. De ez az ő életük. És persze. Én ezt tiszteletben tartom ezt, és mondtam neki annak idején, amikor kiderült, hogy rákos, hogy ennek egyéb ilyen lelki okai is lehetnek, de hát ő a mai napig is dolgozik ezen, mert édesapám halála után jöttek a különböző nagyon durva felismerések, mint legtöbb embernek akkor fogalmazódik meg, hogy jé, mégis igaz az, amit éreztem. De közben rengetegszer elhesegettem magamtól. És miért várunk ilyen traumákig? Mert félünk a fájdalom megélésétől. És miért félünk a fájdalom megélésétől? Azért, mert a fogyasztói társadalom ezerrel tolja belünk, hogy légy jól, és ugye jól vagy. Persze jól vagyok, vagy mindig jól vagyok. És azt tolja belünk, hogy sírni, mutatni a fájdalmas arcunkat, azt nem illik. És persze a görcsös megfelelési kényszer másoknak, környezetnek, hogy azt higgyék, hogy mi milyen szépek, és jók vagyunk. És erősek. És erősek, és stabilak, és irigylésre méltóak. Igen. Jó, mondjuk az a világ, amiben élünk, az tényleg, tehát hogyha megnézed a közösségi média felületeken projektált képét az embereknek magukról, nem tudom, fent vagy-e? Fent foglalkozom vagyok, de 6-7 éve rá sem néztem. Nem érdekel. Pedig eléggé hat az embereknek a pszichéjére azért ez. Hat. Nem érdekel. Nem is foglalkozom veled. Az egész egy álszent világ, és azért elszent világ, akár ezek a különböző projekciók, itt voltam, ott voltam, amott voltam, mind az egónak a simogatása, hogy én milyen fontos vagyok, hogy megtörtént velem ez, az, amaz. Felmásztam, megettem, megtapasztaltam, lefutottam, benne voltam, ott voltam, jaj, de jó, stb. Miközben valójában ez mind annak a jelképem, hogy akinek ilyen szintű visszacsatolásra van szüksége, annak valójában nincs meg a belső békéje, és az élet egy adott területén folyamatosan hazudik magának, hogy ő jól van. Az önbecsapás eredményezi az önszeretet csökkenését, és hogy az önszeretet csökken, úgy fokozódik az illető emberben a szeretetésség, és a másoknak, környezetnek történő megfelelési kényszer. És akkor. És a többi. És te békében vagy most? Magaddal? Az életeddel? Jól vagyok. Jól vagy. Párod? Jól vagytok? Jó. Tök jó. Négy a magyar igazság.
Látod, még ezzel sem foglalkoztam igazából, mert most, hogy mondod, hogy négy, nem fontos, nekem az aktuális pillanata fontos. Világos, csak... Hogyan jutottam el ideig, mindenkinek más az útja, és azok érik el, hogy mindannyian rajta vagyunk az úton, csak az elfogadás az a pillanatnyi meló hozadéka. Igen. Ezt azért mondom ezt a négyet, mert ugye azért ez is egy olyan dolog, hogy neked eddig három tönkrement házasság van mögötted. Kimondta, hogy tönkrement. Vaj, jó, oké. Hát ez a kívülről látod, mondják. Ez az újságírói szemlélet, hogy tönkrement. Minden kapcsolatból, ezen már én régóta tudom, hogy minden kapcsolatból lehet okulni és tanulni. Hát egyetértek. Tehát minden kapcsolatba én a másikhoz tettem, ő is hozzám tett, és akkor mégis az egész így alakult ki. Akkor most neked ez nem tönkrement, hanem ez a történet része. Szükségszerű. Szuper. Azért jutott ez eszembe most, mert amikor legutóbb találkoztunk mi, akkor az egy VMN rendezvényen volt, ahol nem párkapcsolati téma volt a színpadon, viszont a következő rendezvényt, amikor felkonferáltam műsorvezetőként, és mondtam, hogy párkapcsolatokról, házasságokról lesz szó, akkor te mondtad, hogy hú, hogy téged oda kellett volna elhívni, és így nevettél ezen. Tehát, hogy tök könnyedén állsz tényleg te ehhez, hogy ez volt eddig, most ez van, persze, és most minden jó. Hát azért, mert dolgozom érte. Magától nem jön. És hogy dolgozol érte? Odafigyelek a pillanatra. De ez kihívás? Ez munka? Ez nem jön természetesen nekünk? Embereknek? A legtöbb embernek, aki nem tudatos, annak egy ijesztő megmérettetés. Mert egy csomó félelem van bennük. Úristen, hogyha kimondom, a másik helyhez mit fog szólni? Most újabb balhé lesz? Feszültség? Akkor velem mi lesz? Akkor lehet, hogy ott hagy. Uh-huh. És ettől te nem félsz? És ő, ez nála is működik? Tehát ez oda-vissza működik nálatok? Mert ez nyilván csak úgy fair, hogyha... Nagyon hasonló személyiség szerkezetűek vagyunk. És akkor így működik jobban vajon a párkapcsolat, hogyha két nagyon hasonló személyiség szerkezetű ember az mindig így áll egymással szemben? A vonzás törvénye működik. Aha. Jó, csak mert mondják azt, hogy néha az ellentétek vonzák egymást. Mi hazugság? Nem igaz. Aha. A bizonytalan ember a bizonytalant vonzó. Ahhoz, hogy tudd, hogy mi jó neked, ahhoz magadat kell elsősorban nagyon jól ismerni, nem? Nem. Nem magadat kell, hanem magadat ismerheted meg. Tudod, sokszor használ vagy, hogyha használod a kell szót, az mindig a megfelelési kényszer szimbolikája. Igen, ezt szoktad mondani, és ez igen, igaz is. És most is ezt csináltad. Igen, tudom, most hogy így mondod, mert pedig pont a talán Lilus interjúban mondtad ugyanezt, ahol a Lilu nagyon sokat mondta, hogy kell. Igen. És még meg is jegyeztem magamnak, hogy ez mennyire igaz, és hogy figyeljek oda erre. És elfelejtettem. De hát ez ilyen. Nem megy ez azonnal. Figyelj, ez a meló, ez nem olyan, hogy akkor holnaptól ez van. Hát látod, így ez a rengeteg eseményemben, most itt vagyunk Budapesten, csak elviszi a figyelmet. Igen. Tehát, hogyha nem vagy koncentrált és tudatos, akkor ez a színek, forgalom, agresszió, frusztráció, tehát egyszerűen kitörli az agyadból a tudatosságot. Igen, ezzel egyetértek. Ez az, ami előtte most, hanem ez nem menekülés volt azért ez. Nem. Amit te magad mögött hagytál, mondjuk így. Nem? Figyelj, nekem jó Pesten is nincs az a bajom. Ma is jöttem fel, és akkor néztem, hogy 60 kilométer is, még kb. Egy óra, és akkor nem azt a dolog, milyen kis dugó van. És utána az jutott eszembe, hogy teljesen elszoktattam magam ettől. Az fogott meg még a könyvem. Ezt még meg akartam tőled kérdezni, most már mindjárt ott vagyunk Kőbányán, hogy
amikor arra, ugye neked a két tesód van, ugye? És hogy vannak gyerekeik. És hogy te imádod a gyerekeket. Tényleg úgy írsz erről az egész gyerek kérdésről, hogy szereted őket, stb. És azért felszokott az merülni, hogy miért nem lehet, miért nincs még saját. És ezt levezeted, hogy... Van. Hogy? Sok. Ja, hogy sok? Sok. Akkor biológiai miért nincs? Ez merül fel néha. Biológiai nincs, de van csomó. Mert hogy van ennek a résznek a végén egy mondat, amit nem fogok tudni pontosan idézni, de nagyjából az, hogy az, amit te fölépítettél gondolatban, hogy te nem, tehát hogy egy ideig azt gondoltad, hogy nem fogsz elég hosszan élni ahhoz, hogy nem vagy erre kész, hogy nem vagy erre alkalmas, stb., de hogy ez változóban van benned. Nem, elfogadtam. Elfogadtad? Persze, 53-ban vagyok, feleségemmel megbeszéltük, hogyha jön, nem jön. Aha. De hát a feleségemnek van két lánya, egy 19 és egy 17 éves, és éppen ezért nem mondom, hogy az apjuk vagyok, mert van neki saját apjuk, de ugyanakkor, hogy olyan ember vagyok az életükben, aki betartja a szavát. És következettem. Hát ennél, hogy mondjam, tehát, hogy ez azért elég fontos, és ennél nagyon többet így mit lehet még adni nekik? Őszinteséget, tiszteletet. Ahogy te szoktad mondani, hiteles szülőséget. Igen. Kulcsfontosságú lenne. Lenne? Hát sok ember esetében persze. Ahova most viszlek, az az FTC kézilabda csarnoka, ugye? És itt te csoport, vagy a női csapattal dolgozol együtt, nem? A férfi kézilabda. Férfiekkel, na a férfiakkal, férfi. Női pólósokkal és a férfi kézilabdásokkal. Ez viszont, tehát hogy ezt megtartottad, és ha jól tudom, ezt nagyon élvezed is, ezt a fajta csoportterápiás. Is, nem csak csoport ez, hanem egyén. Egyesével is foglalkozol nyilván velük? Itt? Egyén is. Hát a következő? Mindegy, nem fogsz mond. Tudni beállni, mert kártya kell hozzá. Jó, mindegy, úgyis csak idáig kísérünk. Szóval, én csak most a másik oldalon menjek, itt nem tudok megállni. Jó, majd keresünk mindjárt ennyizért. Na, de szóval, hogy tessék itt a helyünk. Hogy ez a férfiakkal és nőkkel máshogy kell dolgozni? Csapatsportokban? Máshogy. Illetve nem is az a lényeg, hogy máshogy, hanem a hölgyek valójában a fejlettebb érzelmi intelligenciából adódóan sokkal erősebbek a manipuláció szempontjából. És ezért kulcsfontosságú, hogy a női csapattal dolgozó edző az vágyfülű legyen és gyors. Aha, tehát máshogy kell nyilván edzeni is akkor őket. Nem az edzés, az ugyanaz, csak nem észrevenni, azokat az érzelmi manipuláció stratégiákat, mert hogyha egy pasi edzi őket, aki nem vágyfülű, nem rendelkezik fejlesztett érzelmi intelligenciával, a csajok megeszik őket. Tehát akkor te foglalkozol az edzővel is például? Nagyon sokat beszélgetünk, de hát itt egy pasi foglalkozik pasikkal. És ez a pasi... Vagy itt mi a kihívás? Itt mi a, ha a csajoknál az érzelmi manipuláció fejlettsége, akkor itt mi? A görcsök megoldása mindkét populációnál. Önbizalom hiány? Nem, a félelem megoldása. Mitől félnek? Bármitől, mindenki fél. Nem fog tudni úgy teljesíteni, sérülést, vagy mit fog csinálni a pályafutás befejezése után. Tehát minden korosztálynak megvan a megfelelő problematikája. Uh-huh. Főként, hogyha valaki ebben nem tudatos. Uh-huh. Akkor van meló. Meg lesz is. Mindig van. Van miért Budapestre jönni néha. Van. Na jó, bekísérünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
annyira fájt az egész minden, annyira fájt az élet, hogy azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne tulajdonképpen ennek véget vetni. Nem mondod. Ennyire mély volt ez a pont? Igen. Minden nap azzal megküzdeni, hogy először a beleidet vissza kell pakolnod a szoknyácskába, meg a nadrágba, és úgy elindulni valahova, és akkor már se enni, se aludni, se agyad, se semmi. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a BML YouTube csatornájához.